Üdvözlök mindenkit, ez itt a Gaming Card Zone, és a mai videóban pedig MotoGP-zni fogunk. Megjelent már néhány hete a legújabb MotoGP 2023-as verziója, némi frissítésen esett, tehát ugye szokásos ilyen igazolási dolgok, meg mindenféle ilyen matrica, motormatricázások, ilyenek, festések, ezek megtörténtek. Na de nézzük, hogy maga a játék miben változott, továbbra is az olasz Milestone cég adja ki, úgyhogy azért bízok benne, hogy valami fejlesztés azért csak van, hiszen új Unreal Engine alatt fut a játék. És hát nem néz ki amúgy egészen rosszul, PS5-ön tesztelem én, korábbi években is már voltak grafikai fejlesztések, megnézzük, hogy most így verseny közben majd hogy néz ki. Gaming Cards nevet már be is írom, és akkor azt mondja, hogy lehet női vagy férfi motoros között választani, illetve jó pár arctípus között. Ahogy Forma 1-ben, úgy itt is itt van a probléma, ami nekem nagyon nem tetszett olyan szinten, hogy nem lehet kreálni arcot, tehát ilyen fickók előre kitalált fickók közül kell válogatni. Reméljük Magyarország azért, mint nemzetiség benne van, bár nyelv, mint nyelv, választható nyelv a játékban nincsen. Ott vagyunk, ott van Magyarország, 6-os rajtszám, nekem tökéletes. Úgy, sisak, rengeteg sisak, eredeti licenszelt sisak közül lehet választani, ez mondjuk poén, van ilyen karbon mintás, ezek jól néznek ki, és te is tudsz kreálni egyébként sisakot, a teljesen egyedi módon, de abba is majd belenézünk. Legyen ilyen standard karbon mintás, egy kis színnel, ez nekem tetszett, számozás, különböző design közül lehet válogatni, illetve itt is te is tudsz kreálni. Jól néz ki, matricákat is lehet rátenni a motorosod popsijára. Nagyon szuper. És a kesztyűt is, a mintázatát, illetve a márkáját is testre lehet szabni. Rengeteg gyári márka elérhető, rengeteg színpaletta, minden. Akkor maradjunk a pirosnál, ha már úgy néztünk ki. Térdvédő, annak a színe ismételten beállítható, mint ahogy a cipő is, mik legyenek. Maga a motoros ruha, itt kettő különböző közül válogathatunk, beállítjuk a másodikat, illetve van jó pár motorozási technika, hogy hogyan dőljön be a kanyarba, valóságból merítve, és ezek között viszont találni olyat, ami újdonság, ez a body out, hogy a testét teljesen kiteszi a motorról kívülre, majdnem, hogy lefekszik a földre, ez az old school, ez a klasszik bedőlős, illetve van, hogy a könyöke van behúzva, és tényleg úgy fekszik rá. Nagyon-nagyon királyok van, amikor tényleg középen surlódik a térdvédő. Tök jól néz ki. Szerintem legalábbis. Nekem tetszenek ezek. Úgyhogy legyen ez a kint van a teste teljesen spoiler szerintem. Majd figyeljük, hogy azért ne az legyen, hogy neki megyünk a testünkkel másnak. Jó, itt ilyeneket is be lehet állítani, hogy melyik lába legyen len, amikor kezdődik, hogy mind a két lába lent van, vagy csak az egyik, amikor elindulunk. Poén, hány ujjal húzza meg a féket? 4 ujjas fékezés legyen, vagy csak 2-vel húzza? Hát értelmszerűen azért ezek olyan hidraulikus rendszerrel működnek, hogy nem kell különösebb erőt kifejteni a fékezéshez, megoldja a szervó, de attól még poén, hogy ilyet is be lehet állítani, legyen 4 ujjas fékezés. Ez kifejezetten tetszik, hogy ilyen részletesen testre lehet szabni. Na de, kezdődjön akkor a játék, gondolom, hogy bedob minket a főmenübe, bízok benne, hogy egy jó karriert láthatunk majd, illetve hogy a pályák is azért hangulatosan meg lesznek csinálva. Jó, olyan lenne már, pedzegetik nagyon sok éve, hogy egy magyar nagydíj is ott lesz a MotoGP-be. Nem lenne rossz egyébként a Forma 1 után. Van e-sport része is, ezt nagyon kiemelték, hogy tényleg próbálnak mindent belefektetni, minden energiát, hogy az online rész is jól nézzen ki. Itt a főmenübe tényleg csak a legjobb menüpontok látszódnak, de hogy oldalra mész, már látod, hogy lehet gyors verseny, gyors bajnokságot, vagy csak egy ilyen időmérős futamot menni, karriert lehet nyomatni, illetve tréningelni is lehet, a MotoGP Academy is, tök jó kis kezdés, bemutat mindent, és ráadásul annyira poén, szerintem ez jól meg van csinálva, ezt látom tovább fejlesztették, mert rengeteg pályán tudsz ilyen kihívásokat teljesíteni, tehát annyi a lényege, hogy bronz, szilver, illetve gold medálra egy ilyen kihívásrendszerbe tudsz dolgokat csinálni.
Van egy pálya, van egy pár pálya, nem is csak egy, ami ismerős lehet a Forma 1-ből akár, vagy más autós játékokból, akik ugye szoktak a MotoGP-n kőmást is nyomatni. Akár ugye a Le Mans, Silverstone, Red Bull Ring, teljesen ugyanezen a pályán mennek a Forma 1-es autókkal is. A Catalán Nagydíj Barcelonában, úgyhogy vannak ilyenek, aminek a vonalvezetése, a Sepang ezen is mentek, ugye még korábbi években Malajziába. Most már nem. Valenciai pálya, Portimao, Austin. Úgyhogy rengeteg pálya benne van, ahogy az a valóságban. És nézzünk, ha Red Bullos mocival vagyunk, akkor nézzünk egy Red Bull ringet. A Forma 1-es videómban is ezzel a pályán próbálkoztam. Akkor ezt a játékot így megnéztük, hogy így itt is. És szektorról szektorra teljesen összerakhatjuk, hogy hogy kell egy jó kört megcsinálni. A MotoGP-ben 4 szektorra osztották fel. Próbáljuk akkor meg, hogy mire megyünk. Úgy, de jó hangja van. Az elég pornó hangja van, nagyon jó a hangok, mert teljesen más mindegyik motornál. Oké, ezt már elrontottam, hogy jól látom. Gyors volt. 24 másodperc az arany, de 27 másodpercnél már kapod viszont a bronz. Kis jelvényt, medált, úgyhogy nézzük meg, hogy mennyire jön össze. Hát konkrétan, amint elenged az autopilot, egy satúféket kellene nyomnom. Úgyhogy így nem is látjuk, hogy az idő az milyen, amit futok. Szerencsére bár ránsz újra lehet indítani, tényleg a MotoGP Akadémiában a gyakorlása része. És ha mindet meg tudtad csinálni legalább bronzra, akkor fogod tudni majd az egész pályán begyakorolni, úgy szintén ugye medálokra. Jó, itt egyből satúféket nyomtam, bedőlünk és már csapatjuk. Az autopilot kicsit idétlenül engedett el, de lesz így, és innentől számolja, ez lesz az első szektor. Hát kicsit túlhúztuk, kiáncsiak ilyenkor elveszi-e? Nem. De nehezen lehet kanyarodni. Nagyon nem akarta ezt a kanyarodást. És itt más a vonalvezetés, ahogy látom, formátjához képest, úgyhogy enyhén meglepett. 26 másodperc, elvileg meg kellett adni a bronzt, hiába hagytam el sokszor a pályát. Ezt megpróbálnám még egyszer úgy, hogy hát ha nem hagyom el a pályát, akkor milyen... Legalább egy silver medál az, ez jó lenne. Nézzük, akkor itt mindegy, hogy hibázok-e, csak vegyem be, mert az a lényeg, hogy jóra tudjunk fordulni a célegyenesre. És innen egy jó padló. Aha. Már egyből fűre megyek, és ár így nem lesz invalid. Kicsit nehézkes. Lehet egyébként állítani menet közben is traction controlt, mindent. Tényleg a gumival is takarékoskodni kell, úgyhogy el lehet osztani szépen az összes ilyen vezetéssegítő rendszert. Akármi közben mész. Ott a szellemmotoros. Az is én vagyok, ugye a kamera tök jól ráközelít fékezésnél. Egyértelműen sokkal jobban sikerült megcsinálni ezt a kanyart, főleg, hogy rendesen, szabályosan sikerült befordulni. Az se hátrány. Itt van egy nagy visszafordító, amit elképesztően nehéz bevenni. És ezáltal invalid a kör, pedig 24 másodpercet meg lehetett volna. Ez nem sikerült, a legjobb az még mindig a... harmadik, pedig a Silverre szeretném összehozni. Még egy utcsó próba. Egyébként közben a kontrollerbe is dolgozik a ravasz. Szépen visszatart fékezésnél. Megküldjük az első kanyar, és amint lemegy a pályára, elveszi. Ezt nagyon sajnálom. Legalább az első szektort szeretném normálisan összepakolni, aztán megnézzük majd a futamot, de ameddig ez nem megy, addig nem tudom. Egyébként jó pár éve nem játszottam MotoGP-t, talán a tavalyi volt az, ami megjelenéskor játszottam. És azóta szerintem azért másabb lett az irányítás, mert nem emlékszem, hogy ennyire furcsán nehéz lett volna bevenni a kanyarokat. De lehet csak beállításokkal kellene még kísérleteznem. Oké, bemaradunk a pályán, nagyon jó.
nézzük. Az első kanyar szépen berakjuk. Azaz. Ott a szellemmotoros, aki kimegy a fűre. És itt is már figyelni kell, itt már kanyarodni kell. Nagyon jó. Itt már mehet a padló. Figyelj! 24-8. Majdnem meglett az arany, nem sokan múlott. Az ezüst az fix volt, én ezzel már meg is elégedek. Nézzük már akkor a második szektort. Vannak itt trükkös szektorok azért. És itt talán nem változik ugye a vonalvezetés. Egyértelműen más volt itt. Itt jön egy nagy fék. És már méri is azonnal. Aha, jó, oké, várjál újra. Itt már méri egyből. Ott a pont, ott a két zászló, ha elkezdi mérni, ezt ő megcsinálja magától, nagyon szépen szűken. Itt jövök én. Itt már kéne kanyarodni egy kicsit. Azaz. Már 200 fölött repesztünk a hátsó egyenesbe. 300 elképesztő tempó egy motoron. Brutális lehet. Nagyon. Cikázik a gép. A vonal mellett tartjuk. Sajnos nem tudtam padlógázzal végig menni. Viszont az ezüst így is meglett. Viszonylag hamar. Ahogy látom, csak az első szektor volt trükkös, úgyhogy megyünk tovább a következőre. Hát, ha sikerül összerakni egy teljes pályát. Kell csak a gép itt, padlón. Megcsinálja padlógázon. Úristen, kis szitálás, ez így nem jó, ez így használhatatlan, aha. Elkezd beszitálni a motorok, onnantól annyi volt. Ezt el kell kerülni, amennyire csak lehet. Közben kézi féket is nyom, ahogy láttam a gép. Aha, meg kell találni azt a gombot, hogy melyik a hátsó fék. Az X a hátsó fék, jó. Oké. Lehet, hogy ez az, amivel még jobb fékerőt lehet elérni. Első hátsó fék egyszer. Ott pöcögteti a hátsó féket egyértelműen. Jó. Oké. Nézzük. Aha. Pont megnyalom a szélét. Ettől még lehet, hogy jó lesz. Én is pöcisztem a hátsó féket. Ez már valami. Aha, na ez már így tetszik. A braking assist mindenki van kapcsolva. Én nem szeretem ezeket a bóckodásokat. Sajnos nem sikerült semmilyen medált elérni. Hiába mentem végig, de most már több tapasztalattal újra nekivágok. Legalább nem borultam fel. Jó. És egyébként írja a kanyar neveket is bal alsó sarokba. Na, erre kimegyek. Van olyan kanyar, aminek nincs neve, azt beírja úgy, hogy turn 6, tehát 6-os kanyar, az kész. De mondjuk a Schloss Gold, ez egy ilyen nevesebb kanyar, és ezeket mind írja. Ez nagyon poén, ezt szívesen látnám egyébként más ilyen autós játékokban is. Az ilyen jellegű kiírásokat. Nagyon nagy tempóval akarok bemenni az egyesbe. Ez nem akar működni látszólag. Mert a traction control-t, ha lesz idő, egy picit visszavenném. Ne fogjon már ennyire. Aha. Az így jó. Megint megnyalom. Pedig jó lehetett volna, túl korán léptem a gázra és megnyaltam a sódert. Meg hát nagyon a szélén mentem. És már csak kierőszakolok ebben a játékban egy teljes kört. Inkább visszahoztam. Ez az. Lecsúszok. És így nem lehet jól kigyorsítani. Egyszerűen lecsúsztam. De meg lett a bronz, csak szerencsétlen módon. De haladjunk tovább. Négyes szektor. Ez az utolsó része a pályának. Itt tulajdonképpen már csak a ráfordító a cél egyenesre.
padló, majd vissza. És fel akar borulni a motor. Hát ez zseni. Oké. Ezt inkább újra. Nagyon előre akart bukni. Vagy én nem is tudom. Nem akarok egykerekezni. Se hátul, se elől. Csak 300-ról kell hirtelen megállni. Azt a mindenit. És jóval korábban el kell kezdeni fékezni. De 300-ról megállás ez nem néz ki ilyen egyszerűen. Nagyon figyelnie kell ezeket a segítő vonalakat. Jó. Oké, betesszük. Talán nem veszi el a kört, nem olyan szigorú szerencsére. Valóságban azért... és borulok. Valóságban ennél azért szigorúbbak. Én itt igazából csak időt nem nyerhetek. A pálya elhagyással. Ezt meg úgyis látja a játék. Ha nem borulok fel, ez egész jó. Okay. Nem lett ezen rossz. Mondom. És pont nem lett meg. Aha, bronz megvan, de ezüstre pont nem lett meg. És akkor ilyenkor, hogy megcsináltam az egész pályát, ha 1.28 alatt végigmegyek, akkor megvan aranyra. 1.39 jár a bronzért. Csoda lenne, ha végig tudnék menni szerintem. Már annak önmagába örülnék a bronzra, itt bármilyen szinten is végig sikerül menni, úgyhogy szurkoljatok. Igyekszem koncentrálni, hogy meglegyen az egész kör. Inkább finomabban megyek. Red Bull Mobile kanyar, a 13-as. Ez nagyon poén nézni, hogy milyen nevei vannak a kanyarnak. Jó, itt már akkor tapasztalatban nyomom a hátsó féket. Kicsit lassan vesszük be ezt a kanyar, de megvan. Az első szektor ez volt nagyon fifikás, ezt tudtam nehezen megcsinálni. Úgy hátsó féke, mintha jobban be lehetne tenni a motor seggét, hogy kanyarodjon. Nagyon jó, az első szektor megvan. Csak így halkan jegyzem meg. A második szektorban a pályát kicsit kibővítjük, belefér. Még nem vették el a kört, úgyis jelezni így szelfőn. Jó, itt már fékeznek az elsőbe. Kicsit korán kezdtem el fékezni, tehát tényleg végig szeretnék menni hiba nélkül. Aztán futam, az már egy másik kérdés, hogy amikor ellenfelek is vannak, akkor szerintem fog sikerülni. Beszitált a motor, de meg tudtam menteni, sőt, ez a kanyar minden eddiginél jobban sikerül. Rázókön pattogunk. Félgáz, majd rálunk a padlóra. Á, nem merek. Jó. Inkább fontosabb, hogy végig tudjak menni, mint hogy hol padlózok, meg hol nem. Itt ne dobjam el a motort, és a végén az utolsó kanyarba dobtam el. Ezt nem hiszem el. Bakker. Az utolsó kanyar kombinációval eldobtam a motort, és szerintem meg lett volna. Bakker, de ezt nagyon sajnálom. Na, egy utolsó gyakorlás. Utána megnézzünk valami rendes futamot is. Ez picit fájó volt most. Viszont sok kanyarban, sokkal korábban fékeztem, mint ahogy ezt meg lehetett volna oldani, úgyhogy most kicsit később kezdek el majd fékezni, és közben a traction control-t, azaz ilyen pályán tartó segédleteket kicsit lentebb állítottam. Úgy, csapassuk. És az a jó, hogyha egyszer megcsináltad, lesz egy szellemmotoros, tehát effektíve lesz segítséget, hogy hol mit lehet javítani. Fönt is nézzük, megnézzük, gyere. Ne essel. Ah, nagyon jó. Most nem lett annyira kibővítve a pályának azon része. Itt kicsit később kezdek el fékezni, de még így is korai. 200-as, 150-es táblánál bőven elég lett volna. És utána eldobom a sóderbe.
Azért nagy kár. Egyébként hőmérsékleteket is lehet látni, ugye fel van osztva három cikkelyre a gumi. Első, hátsó is. F ugye front az első, rear a hátsó. Ez is egy ilyen egy-két éve megjelent újdonság, hogy külön romlik a gumi állapota. Nem csak az egész gumi, hanem a széle is ledarálódhat a vezetési módtól függően. Még a gumi éle, és teljesen más romlásokat mutathat. Nem sikerül betenni a motort. Az első kört kellett volna jól megcsinálnom, az volt a kulcsmozzanat. Nézzük, elenged az autopilot. Itt kell jó rátenni, ez szerintem... És elveszi, ha kibővítem a kört, hogy extra tempót vigyek bele, akkor azonnal elveszi. Pedig egy jó kigyorsítást szerettem volna, hogy nagy tempóval tudjunk belemenni. És ott hátul a 150-es táblánál kezdjünk el fölfelé fékezni. És itt is... Ráteszem a rázókörát, hányszor fogom még rosszul megcsinálni? Nem sokszor. Na, egy utolsó lehetőség. Így. Kicsit kockásan fordultam, de inkább legyen jó. Így is 300-al megyünk. És 200-as táblán kezdek el fékezni, szerintem eléggé kultúrát volt. Ez a mag lett csinálva. Itt kell még nagyon figyelni. Hátsó féket is nyomogatom, hogy bedőljön a motor. Nagyon jó. Ezt egész jól összefűztük szerintem. Ezt a kis sikánrészt. Itt ugye mindig kibővítjük a pályát egy kicsit. Nem veszi el emiatt? Ez jó fej a játéktól. Itt elképesztő 300-as tempóról fog jönni egy nagy fék, de 200-as táblána úgy szintén bőven elegendő. Elkezdeni a fékezés, majd utána egy nagy gáz hátul. Csak a füvet ne nyaljuk meg, mert akkor borulás lesz a vége. Sajnos padlóval nem tudtam itt átmenni. És beszitál a motor, és elüt a motor tulajdonképpen. Hátsó egyenesnál nem akar összejönni, de most jó lesz. Az jó. Itt a 200-as táblán bőven ráérünk fékezni. Szépen be. Azaz, korán a gázra lépünk, ez szinte tökéletes volt. Kicsit ugrált a motor, de semmi vészes. Enyhén kockás fordulásokban, de végül is megoldjuk. Kis pályahagyás is belefér szerencsére. Nem szigorú a játék. Ez a hátsó kanyar rész, ez tökéletesen lett bevéve, ami meglepő számomra, hogy összejött végre. Itt a 200-as táblán úgy szintén elég fékeznünk, mert hátsó fékkel fogjuk betenni a motort megfelelő pozícióba. 3/4 gáz. Bőven elegendő. 3/4 gáz padlóval itt nem tudom megcsinálni, de nem is baj. De nehéz. Forma 1-es autó, mintha könnyebb lenne. Bocsánat, de csak azt tudok hasonlítani a Red Bull ringen. És itt hátul egy jó nagy fék. Ne essünk el is. Keci, nem bírok végig menni, most már felbasszom úgy. Ki fogom vágni az összes szart. Na, nézzük. Csak ne menjek ki a pályára, kicsit nagy lendülettel kezdtem meg.
tegyük rá jól a célgyásra. Ez egészen jól sikerült, kivételes módon. Szűken, szűken tartjuk, még mindig ez gyönyörű volt. És itt hátul egy jó nagy fék, szinte nullára, 56-tal fordultunk rá, és innentől lehet nyomni a nagy gázt. 56 km/h kanyar konkrétan Monakóban szokott előfordulni. Itt is 60-nál épp, hogy becsordogáltunk, de már száguldunk is 300 km/h-val. Leszáll a fejünk, hiába piros a csík, 200-nál bőven elég elkezdeni fékezni. Elég komoly megállító rendszer működik a motoron, úgyhogy nem kell paráznunk. Itt nem szabadna a homokra kirakni, egy kicsit megcsípem, de pont belefért. Itt már nem, homokon nem lehet elkezdeni gyorsítani. Szűken, nagy kigyorsítással, nagy tempóval, most azért 280-nal illene átszelni, 275 lett abból. Azzal indítjuk el a kört, ez egész jól sikerül. Az egyes rész át, itt a szervizút, ez már bevett szokás. Elképesztően nehéz egy pontos kört összerakni ebbe a játékba. Jó, a hátsó sikán az mindig nehéz, szinte megállunk. Ez nagyon rosszul vettem be, de javíthatunk a pálya többi részén, illetve nekem tényleg most az a lényeg, hogy legalább egy bronz összejöjjön. Pályán maradunk, kicsit kiszélesítve a kanyar, de még pályán. Itt 300-zal kell leveretni a domboldalról. Oké, beszitál a motor, de jók vagyunk. Legalább rákoncentráltunk egy jó kigyorsításra. Hát, a jótól messze vagyunk még mindig, de nem rossz. Majd a padlógáz egy pöppenet erejéig. Összefűzni a kanyarokat kicsit robotikusan sikerül, de a 9-esbe küldjük neki max tempóval. Majd itt is lefelé kell fékezni. Elképesztően nehéz. De az a lényeg, hogy motoron maradjunk. Utolsó kanyar. Célegyenes. Vajon milyen kört sikerül menni? Szerintem meg lesz a bronz. Így is van. Nagy szenvedések ellen, de a bronz összejött. Hát ember legyen a talpán, aki ezt hiba nélkül egy 1.28-at tud csinálni. Nem volt egyszerű, de megvan. Az első két szektor szilverre sikerült. Itt lehet gyakorolni. Lehet mindenfélét beállítani, hogy hogyan szeretnéd őket megcsinálni, és ez az összes pályán egyébként el tud játszani. Tehát itt láthatjátok, amint benne vannak, mindegyiken végig lehet menni, Mugellótól, Szokolon át, Le Mansig, bármin, amit csak szeretnél. Jól néz ki, mert csomó statisztikai adatot leír, illetve a kanyarneveket is láthatod, úgyhogy ez a tréning része, ez rám fér elég erőteljesen. Lehet multiplayerezni is, lobbikba menni, illetve live GP-zni. Ez annyira, ahogy néztem, nincsen túl gondolva, de valamilyen alaprendszer azért működik, hogy tudsz szépen fölfelé menni. Kiválasztjuk európai és afrikai térséget, és itt lehet egyébként jelentkezni mindenféle versenyre. Ha nem lobbizol a barátaiddal, akkor szerintem egészen jó ki van találva, hogy ilyen bajnoksággal is lehet jelentkezni, illetve osztott képernyő is van, ha éppen a haveroddal játszanál. Bármikor tudod mindenféle dolgot fejleszteni, a sisakodon meg átvarázsolni, ahogy szeretnéd, ezt nagyon részletesen meg van csinálva. Fehér alapról indulhatsz, és a különböző layereken át bármit beállíthatsz. Úgyhogy ez nekem kifejezetten tetszik. Tényleg akár a színnek a típusát is, rengeteg ilyen extrém dolgot hozzá tudsz tenni, és mindenhonnan meg tudod nézni a motorosodat. Jól néz ki, de nekem ez nagyon tökölös, de aki szereti, annak tök jó. Jó,
még tudsz mindenféle ruhákat is vásárolni, de ami lényeg lenne nekem, hogy belenézzünk egy Grand Prix-be, egy rendes versenybe, és én azt mondom, hogy akkor kiválasztunk valami jó pályát, ami úgy jó lehet és ismerős lehet, valamiatt szeretnék választani. Sepang mondjuk az nem rossz, az nem egy rossz, ez a Chang, a tájföldi nagydíj, vannak itt jók. Katalán nagydíj, na hát azért Spanyolország, az se rossz, szerintem azt is ismerjük akár formájból is. Na és akkor beállítások. Van a háromkörös, ott szinte semmi nincs, se időjárás változás, az van, ami van, aztán kész. Van a 25%-os, ez már azért nem rossz, azért itt már mindent enged, és ezt lehet tovább növelni. 24% az már a teljes MotoGP futam. Mielőtt a futamat elkezdünk, csomó mindent be tudsz állítani, akár egy ilyen edzést. Egy edzést berakok, csak hogy megnézzük gyorsan a pályát, a kvalifikációt, ilyesmit is lehet, ezeket kihagyom, de tényleg van erre is lehetőség, hogy egy fullos verseny hétvégét nyomassál, nekem egy kis edzés lesz, majd utána a futam. Mondom, rengeteg minden testre tudsz szabni, be tudsz állítani, főleg ha nem csak három kört mész, hanem a 25%-át a futamnak, akkor azért már mindent enged. Oké, nézzük akkor, jó idő van, úgyhogy ez örömteli, Ducatinál versenyzünk, úgyhogy ez meg még királyabb, gumik jó állapotban vannak, úgyhogy én azt mondom, hogy amúgy itt nézzük meg, hogy miket lehet beállítani, médium gumikon vagyunk, de akár lehet cserélni is, ugye, mindenfélére van hard, illetve soft, az pedig a legjobb, úgy is van. Ez így tökéletes, de egyébként mondom, csomó mindent be tudsz állítani, amit csak szeretnél, és még a üzemanyag mennyiségét is testre tudsz szabni. Én egy kevesebb üzemanyagnál, úgy, ez így korrekt, egy pici üzemanyaggal indulunk el, hogy könnyű legyen a motor, mert hogy tankolás egyébként itt sincsen, mint egy sok más versenysorozatban ezt betiltották, hogy hát úgy módosították a szabályokat, hogy ne legyen. Jó, figyeltek, még a anyagát, meg a súlyát, meg mindent be lehet állítani a Brembo féktárcsáknak. Hoppá! És a felmelegedési időt, a hűtési idő, minden látszódik rajta. Kifejezetten tetszetős, hogy ilyen beállításokra is van lehetőség. Na de én azt mondom, hogy akkor menjünk. Üdv egy flank start, meg szeretném nézni, hogy milyen a pálya, mielőtt a futamba belevágunk, hogy egyáltalán végtok rajta menni. Az kifejezetten örömteli lenne. Grafika jól néz ki, amúgy fel ez a boxos téma. Itt a pályán ott a fák azok kicsit ilyen furcsán néznek ki, de a nézők kezében ott a zászló. Igazából átlagosnak mondanám. Lássuk, mert azok a fák olyanok, mint a baltával faragták volna őket, hogy valami makett fák lennének. Oké. Okay. Most indítjuk el a kört. Nagy tempóval itt is 300 fölött megyünk. Sőt, 330-ról kell egy óriás féktávod nyomatnunk, de ezzel a motorral mégiscsak MotoGP, egyébként a karrier módban vannak kisebb motorosztályok is. Ezzel működik, ezzel megy. Szektorokat is lehet nézni, hogy mihogy sikerül, egyenlőre füvön vagyunk. Igazából csak egy körbe menést akarok tesztelni, hogy ez mennyire megy. Aha, itt egy nagyobb féket kell majd venni, jó. Egyenlőre azért nem rossz a helyzet. Nagyon beszitál crash azon. Na, vissza lehet pörgetni az időt is, hogyha szeretnél ilyen csalásokkal élni. Én ezt formájtban automatikusan kikapcsolom, itt nem tudom, van erre lehetőség, de most így edzésen azért mondom, végig szeretnék menni egyszer, úgyhogy megnéztük, hogy ilyet is lehet csinálni. Kisházikónál, pódiumnál vissza. Hát, úristen, Jézusom, meg jó, hogy nem ütöttek el. Elképesztő nagy bukás. De visszapörgetjük, amíg csak lehet. És látszik most már így, hogy nem egy ilyen gyakorlásom vagyunk, mármint hogy ez egy valós futamnak a
edzése, hogy bizony-bizony romlik a gumi, és nem ugyanúgy minden rétege, illetve a benzinre is kell majd figyelni, üzemanyagra, hogy mennyi van a gép sárkányba. A visszafordító, itt nem lehet padlóval menni egyszerűen, de ha ezt a részt túléljük, utána már jók vagyunk. Itt is vissza szépen lassan. Érdekes, hogy ez a része is ugye máshogy néz ki a Forma 1-hez képest. A hátsó egyenesekbe, bár az Forma 1-ben is sokszor megváltoztatták. Jó, nyomjuk. Egyelőre mi vagyunk a legjobbak, de hát ez csak egy edzés. Szeretnék jobbat menni, mint az előző köröm, illetve végig, nem végig, hanem visszajátszás nélkül szeretném teljesíteni. Azért azt még mondom, még mindig csalásként élem meg. Egy századdal jobbak vagyunk. Most lehet a padlót nyomni. Itt eleve bénáztam egy kicsit, itt sok időt nyerhetek, ha sikerül jól megcsinálni. Nem rossz, nem rossz. Már meg is döntötték az első helyemet egyébként. Nem kicsivel. De jövök egy jobb körrel. Ha minden jól megy. Selesek. Nem sikerül végigjátszás nélkül, pedig még egyet szeretnék nyomni. Meg hát a gumi is ugye már rosszabb. Arra vagyok kíváncsi, hogy majd futam közben ez a gumi állapot kérdés, ez mennyire lesz kritikus. Remélem, hogy annyira nem. És végig tudunk menni. Ismét sárga zászlóznak, ismét miattunk. Ez futam közben az elég para lesz, nem szeretném 85-ször visszajátszani. Oké. Okay. Átteszek a másik oldalra. Nagyon jó. A hátsó rész a pályának, ez már egy könnyebb dolog. És itt nem már csak majd a gáz kell nyomni, egyenesbe állt a motor. Javítottunk egyébként, de ugyanúgy maradunk a második helyen. Menjünk is vissza a boxba, majd kifogy az üzemanyag. Úgy, én azt mondom, hogy nézzük meg itt a időnket, hol sikerült, mit sikerült javítani, a középső szektorban azért elég sokat. Az ideális kör az egy 1.46-os lenne, és itt közben ott hülyeskedünk a kollégával. Nagyon szuper. Nézzünk akkor át a futamra, én azt mondom, el is skippeljük a többi részét, az edzésem pedig. Nem lettünk utolsók, 19-ek lettünk a 23-ból, úgyhogy igazából 2 kör teljesítettem. De ott voltunk a bolyba, úgyhogy ezt szeretném elvárni magamtól a futamon is, hogy ott legyek a bolyba, és egy minimálisan élvezetes valamit fussunk le. Akkor talán majd így 48 fokos pályahőmérséklet, 30 fokos külső hőmérséklet, időjárás, 16 fokos szél, ezek mind számítanak. Ezek se újdonságok. Tényleg inkább, ahogy látom, ez a MotoGP annak érheti meg, új M4-es BMW közben, annak érheti meg, szerintem legalábbis, aki nem játszott a korábbi részekben. Egyáltalán nem volt meg neki, de most kedve van. Annak okés lehet. Jó, gumikat kéne zsírójakat felpattintani. Az, hogy, hát igen, kicsit keményebbeket kellene, mert a soft azt szerintem nem fogja kibírni a futamot. Úgy, én azt mondom, hogy mehet. Egy sorba ugye 3 ember van. Ismert pilóták, fotóval ráadásul lesz jó pofa. Alex Márquez, Joan Mir. Nézzük akkor, tömegből rajtolunk, vagyis hát annak a végéből, valóban szeretnénk feljutni.
nagyon rossz rajtot követően. Majd innen fogunk szépen feljönni. És már itt fékezgetnek a többiek, úgyhogy talán lehet próbálkozni egy-két hely elcsípésével, és ahogy látom a helyezkedésünk nem is sikerül annyira rosszul. Hoppá, egy kis összeérés. Sőt, nem kis összeérés, páron leterelések tulajdonképpen. 18. helyen száguldozunk. Kívülről próbálnám előzni a többieket. Eléggé későn kezdtük már a kanyarodást, de nagyon könnyű előre lépdelni. 45-ös nehézségem vagyok egyébként, ez médium nehézség. Nem mertem még egyenlőre följebb csavarni. Egy kolléga, csapattárs, kis füvet is felhordtunk a pályára. Hátulról lögdösnek minket, most nehezebben tartjuk a verseny ritmusát. Próbálom leutánozni őket, így legalább példaként láthatom, hogy mikor kell fékezni, vagy ők mikor szoktak a gépi ellenfelek. Visszaszerezzük azt a 15. helyet. 23-ból 15, ezt már így aláírnám azért. És azonnal, és rezzent is egy óriási nehet a kontroller, azonnal eldobta a motort. Egyébként jelzi a játék, hogy majd érdemes lehet visszaállítani a benzinnek ugye a használatát, mert hogy a motor erősséget lehet állítani, hiszen így el fogjuk használni az összes üzemanyagot, és nem fogunk tudni körbeérni, de én még egy kicsit nyomatnám, amíg utolérem a többieket. Legalább addig. És akkor le is vesszük kettesre. Úgy, ez így menő, ezt kivették a formájt be egyébként, hogy lehessen így állítgatni. Ott maradt a energia visszanyerő rendszer modifikációja. 22. helyen egy helyet javítva jövünk előre. Száborulást az azért csak nem játszom vissza. Más híveken motorozunk, hibátlan. Majd egy kis belemenés. Viszont a üzemanyagban jövünk vissza, -2, tehát nem tudnánk még mindig körbe menni a futamon. És egy rublikát már felírtak nekünk, ami azt jelzi, hogy egyszer elhagytuk a pályát. Erre 5 lehetőségünk van ilyen súlyosabb módon előny szerezve elhagyni a pályát, és utána erre az időbüntetés. Ez jó, hogy így számolja, szerintem ez hasznos, hogy ott látod jobb felsőbe. Hányszor van ilyenre lehetőséged, mert bármi történik. Pontosan szépen lassan, Fernandez kellene megelőzni, akár itt az egyenesbe felnyomjuk a motort, elképesztő, mintha nitró lenne, annyit számít a feltekert motor, hát több mint 330-szal mentünk, közben kapott egy időbüntetést az egyik srác, ott elől is, és a leggyorsabb kör pedig a miénk, jelez információkat nekünk. Ez az nagyon jó. 21. helynél azért bízom benne, hogy előrébb tudjuk egerészni magunkat, csak ezek a borulásoktól nagyon félek. Nem baj, majd feltekerjük a motort maxra. És akkor nagyon durva tempó előnyre lehet szert tenni. Okay. Hát 11 másodpercünk lemaradva az elsőtől, 22-től pedig 2,9-re, ami már 3,2, elég durván növekszik a különbség. De reméljük, hogy lehet még esélyünk. Próbálj még később fékezni, jó legyen. Tudjunk időt nyerni ezzel is, bár a gumikat ugye ezzel nem kiméljük. Főleg nem a rázókő használattal. Hátul is szépen kihúzzuk. El
először félgáz, majd padló, és itt nyomunk egy max energiát, és itt tudunk nagyon sokat behozni rajtuk. Képesztően sokat, mintha tényleg nem egy osztályba versenyeznénk. Totál utolértük, hát lehet a mi motorunkon van DRS, az övéken nincsen. De ez a tömegbe való motorozás, ez egyelőre nem úgy nézem, hogy ment, mert mindig összeakadtam valakivel. Ezt a vonatban nyomatást, ezt nem sikerült összehozni. El is veszik a leggyorsabb kört tőlünk egyébként. Most már nem az enyém, az én nevem mellé fűződik. Egyébként egy 47-es kört, tehát egy 47-et kell menni, hogy ott legyünk az élbolyba. Hát nem egyszerű. Azt kell, hogy mondjam. Egyáltalán nem úgy, hogy aki erre a játékra adja fejét, az legyen a minimum srácok, hogy kontroller. Akár PC-n, akár Xbox, tök mindegy, mint olod. PS. Kontroller. De mondom, ez PC-n a legégetőbb probléma, tehát szerintem billentyűzettel az esélytelennek tűnik nekem. Még kontrollerrel is baromi nehézre sikerült megoldani az irányítást. Pedig nem hardcore fokozaton nyomom, sima klasszik, csak kikapcsoltam az összes ilyen vezetéssegítő rendszert, ami persze olyanokat vezérel, mint mondjuk a kanyarodás, meg a fékezés, mert azért csak nem óvodában vagyunk, de néha ott érzem magam. A 20 másodperces lemaradás az elsőhöz képest, ez a célegyenest tetszik a legjobban. Még fűvön is király. Majd utána a pályai többi része már nem megy ilyen flottul. Szerviz úton jövünk vissza, de nem írta fel Bünti-nek, mert semmilyen időt nem nyertünk vele. Egyetlen egy ilyen kis kihágásom van. Más nincsen. Szépen berakjuk, ez az. Egyébként itt is tudok nyerni hozzájuk képest időt, de ha kicsúszol, elesel, akkor onnantól eléggé vége a történetnek. És ez már az ötödik kör a hatból. Óvatosan rakjuk be a mocit. Itt is a hátsó nagy egyenesre majd. Itt is lehet egy picit nyomatni neki. Majd vissza is dúrog, jó hangja van egyébként. De hátsó egyenes szokásos módon nem tudom bevenni. És ez már gumin is látszódik. Sajnos. És begyűjtöttem egy második figyelmeztetést. A gumin elég durván látszódik, hogy most már omlik. És nem ugyanúgy. Illetve nagyrészt első féket használok. Így ez is kihatással van erre. További adatokat nem tudunk megnézni, még érdekelt volna egy-két dolog. Maxra nyomjuk a rendszert. Utolsó kör. Egyáltalán nem sikerült tökéletesen végigmennem szinte egy körbe se, ami miatt szomorú vagyok egy picit. Jó lenne, ezt az utolsót meg lehetne tolni. Padlóval tudunk menni. Totál elmértem, totálba elmértem. Nézzük meg visszajátszással, milyen kört sikerül összerakni. Nem is tudom, hol kellene fékezni, már itt el kellene kezdeni. Elég erőteljesen fékezni. Aha. Ez így a jó. Ott is a nagy fék zseni.
tesszük a szélre, hibátlan. És én azt mondom, hogy maxra rakjuk ezt a energy systemet, és kiküldjük az összes benzint, ami lerakódott ebbe a motorba. Egyenesbe konkrétan látszódik a mutatón, hogy megy le, annyit fogyaszt, egy ilyen 40 literes fogyasztással pörgetjük neki a versenymotornak. Úgy szinte nem sikerült jól megcsinálni ezt a részt. Elcsúszik a motor egyszerűen, mintha jégen mennék komolyan amúgy. Maxon nyomom mindkét féket, első, hátsót, és... nem tudok konkrétan megállni vele. Törés egyébként van a játékban, miért bárki kérdezni. Itt nem tehetem meg, hogy nem nyomom a gázt, mert akkor soha nem érek be. Meg annyira ki kell bővítenem a pályát, hogy sikerüljön bekanyarodni, hogy már csodálkozom, hogy nem büntetnek meg megint. De időbüntetés legalább nem szedtem össze. Jó. Nem volt egyszerű ez a pálya sem, mint ahogy maga a játék se. Inkább szimulátor, mint arcade játék, ezt is érdemes tudni azért. Akár a sokat említett Forma 1 is szimulátorosabb élményt nyújt, hogyha valakinek ezt tetszik, akkor hajrá! Lementük a futamot, nem könnyű körülmények között. Még egy karrier lehet nyomatni, itt újra testre tudod szabni, amiket szeretnél, illetve online sisakok között is válogathatsz, ami szerintem jó pofa, mindjárt betölti, hogy a más játékosok egyébként miket terveztek, ilyen monstereset próbáltak összehozni, csupa-csupsz a tetején, ezeket mind játékosok tervezték, egyébként szerintem ez a része, ez kifejezetten jól néz ki. Matricákat is terveztek játékosok, a között is körbe lehet nézni, úgyhogy ezek is tök-tök jól néznek ki. Úgyhogy ilyen testre szabási lehetőségek is vannak. Aztán utána, ahogy elkezdett, szépen lehet fölfelé menni, ugye elején a Moto3-ból, ott azért viszonylag könnyű, majd utána pedig akár Moto2, és akkor így lehet a MotoGP-be feljutni, mint egy ilyen karrierszerűen, mint fociba is alulról indítasz, egyre följebb mész. Ez a része nekem tökre tetszik, hogy így alulról kell indítani. És ugyan csapathatod ezerrel, nyomathatod, töltési időkre túl nagy panasz nincsen, eléggé gyorsan betölt PS5-en, meg aztán főleg egészen gyorsan betölt, és utána már futam közben nem fog tölteni egyszer, csak a pályát kell betölteni, az kész. És már lehet is veretni egyből, mert semmire nem kell várni. Itt egy gyengusabb motorral nyomjuk éppenséggel a maláj pályán. Én nagyon szeretem ezt a pályát, ezt nagyon sajnálom, hogy formájból kivették egyébként. Mármint, hogy a rendes a való életben, nem a játékra gondolok, hanem a való életben már nincsen ezen a pályán futam. És itt 233-mal megyünk, úgyhogy így aztán meg végképp be lehet gyakorolni a dolgokat. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok, legközelebb találkozunk a következő részben, ami nem MotoGP lesz. Én nem vagyok egy nagy MotoGP bajnok, mint azt láthattátok. Úgyhogy én csak igazából egy ilyen gyors játékbemutatót is szerettem volna közölni nektek. Megjelent ez is, kiadónak köszönöm szépen, legközelebb találkozunk, sziasztok!